Sziasztok és üdvözlök titeket a májusi vlogban. Ma a május 2-a hétfő, és én egy magyar ZH-val indítottam a hetet, illetve a hónapot. Ma megyek még Körmöshöz, ezen kívül igazából az az érzésem, hogy minden vlogban valahogy pont úgy jön ki, hogy Körmöshöz megyek. 3 hetente járok egyébként, tehát ne higgyétek azt, hogy én így hetente, 2 hetente járok, csak pont mindig akkor veszem fel a videókat, amikor megyek. Úgyhogy igen, eljött az idő. Megyek Körmöshöz, utána pedig szerintem beugrok az egyetemre, mert van egy előadásom, de ez még nem biztos, mert ugye nem kötelező a részvét, és ha jól emlékszem, akkor ez egy pont nem annyira fontos óra, úgyhogy lehet, hogy nem megyek be rá, viszont délután el kell ugranom a postára, ez ami még biztos. Ha érdekel titeket, hogy mi történik ebben a hónapban, ott egy kutya éppen. Ha érdekel titeket, hogy mi történik májusban, ebben a csodálatos tavaszi hónapban, akkor nézzetek tovább a videót. Jó szórakozást! Közben úgy alakult, hogy elmaradt az egyik előadásom az egyetemen, úgyhogy eljöttem Leibnizba, ami jó 40 perc vonattal Gráctól, a barátnőmhöz és a családjához, és most itt vagyok délután, nagyon szép idő van, sisázunk, azt hiszem az vízipipa magyarul, vízipipázunk, beszélgetünk, már nagyon régóta nem láttuk egymást, és nem hiszem, hogy mondtam, mert pont akkor stressz volt, és akkor történt mindez, de 2022. február 22-én, 22.02.2022, megszületett a barátnőmnek a kisfia, és hát egy csodalény, úgyhogy nagyon szeretek itt lenni náluk, nagyon szeretem, amikor eljönnek hozzám, meglátogatnak, imádom a kicsit, és egyszerűen hihetetlen, hogy milyen aranyos. Úgyhogy most rendelünk szerintem valami kaját, és beszélgetünk estig. Később van, ma van péntek, és ma megyünk haza Magyarországra, mert holnap lesz a ballagása a barátom húgának. És meg vagyunk hívva, úgyhogy hazamegyünk Magyarországra ma este. Viszont nekem holnap egyébként egyből délután jönnöm kell vissza, mert este ugye dolgozok. Úgyhogy igen, a mostani program, amíg még itthon vagyok, az az lesz, hogy befestem a hajam egy színezővel, egy hamvasító színezővel, mivel ugye vörösből lettem világos szőke, illetve világos barna, így hát nem sikerült minden pirosat kiszedni a hajamból, vöröset, és például itt is látszik, hogy átütt még a vörös szín, úgyhogy a fodrászom ajánlatára fogom most beszínezni egy ilyen színezővel, illetve ezt a színezőt egy-egy arányba kell összekevernem 3%-os oxigentával, akármit is jelentsen ez, úgyhogy megpróbálok most egy-egy arányban megpróbálni ezeket összekeverni. Ez egyébként világos szőke, vagy nem, bocsánat, medium blond közepes szőke hajra van. Azt mondta a fodrászom, hogy ez jó lesz.
Hát reméljük a legjobbakat, úgyhogy most megpróbálom ezzel beszínezni a majomat. Na jó, hát az van, hogy most fejeztem be éppen egy 10 perces sírást. Ez minden csak az nem, amit akartam. Tehát, hogy hambasnak hambas, szó se róla, mert hambasítót akartam igazából, mert kezdett sárgulni a szőkerész. Na most már egy darab szőkerész sincs benne. Sötét barnás lila az új szín, kérem szépen, úgyhogy és kértem, írtam egyből a fodrászomnak, hogy hát ez nem jött össze, úgyhogy itt pont nem jutott festék a hajra, úgyhogy itt látszik, hogy amúgy ilyen színe volt. Úgyhogy kértem az időpontot, hogy ezzel kezdjünk valamit, mert ez így katasztrófa. Hát én nem fogok így lenni. Az a helyzet, hogy most kaptuk a hírt, hogy mivel ugye esik az eső és rossz idő van, így nem az udvaron lesz megtartva a ballagás, hanem a tornaterembe, ahova nem fér be annyi ember, úgyhogy mi nem tudunk elmenni. Úgyhogy valószínűleg csak a családi ebéden fogunk részt venni. Úgyhogy valószínű, hogy ilyen 24-26 órát most ébre leszek egy húzamban. Másodjára volt a délután, mert a barátomnak is vissza kellett jönnie Grazba, és így együtt jöttünk haza. És hát mivel ugye egész nap úton voltam, ballagás, családi ebéd, stb. Utazás, ilyesmi, így egy pillanatom nem volt pihenni, úgyhogy reggel 7-kor keltem, és most van este 10 óra. Igen. Reggel 8-9 körül fogok hazaérni, várhatólag ma egyébként a bárban leszek, úgyhogy 20-szor annyi munka lesz, mint a ruhatárban, alig várom. Van egy magyar órám, és délután meg tanulnom kéne, mert van egy beadandóm szociológiára, illetve holnap után török vizsgát írok, illetve pénteken is török vizsgát írok, és egy prezentációt is kell tartanom törökül, úgyhogy ezekre mindre fel kéne készülni. Úgyhogy neki ugrok a vacsorának, ami nem lesz más, mint steak, a kedvenc steakem grillezett gombával és cukinivel. Ezt eszem körülbelül karácsony óta. Úgyhogy ja, minden másnap, minden nap, de legalábbis minden másnap ez a menü, úgyhogy mármint a steak helyett, mármint a steaket leszámítva, minden nap eszek grillezett cukinit, gombával, úgyhogy na most ez lesz a terv.
van, és én most indulok az egyetemre, mert vannak előadásaim 7:30-tól 9:00. Azt hiszem, hogy utána még haza fogok jönni, mert csak 3:11-re kell mennem dolgozni, és köztem még van egy olyan órám körülbelül, amit nem nagyon szeretnék csak úgy a semmit tevéssel a városban eltölteni, úgyhogy most szerintem fogok berakni egy mosást, ami pont addigra le is fog járni, és akkor hazajövök és ki tudom telegetni, meg szerintem még harapok valamit, mielőtt elmegyek munkába, mert mindig éhes vagyok szerintem egy olyan másfél óra elteltével, úgyhogy hát most ez a program. Ahogy látjátok, a hajamból kezd kimenni ez a rettenetes színű színező. Most már csak így próbálom hordani felködve, hogy minél kevesebben látják, lássák, illetve minél kisebb részét a hajamnak, és ennek a katasztrofális színek lehessen látni, úgyhogy igen, ma van péntek, holnap szombat még dolgozok, és vasárnap reggel pedig indulok haza Magyarországra, mert hétfőre kaptam időpontot fodrászhoz, úgyhogy alig várom, hogy szépen újra a régi, vagyis hát ugye a régi új hajszínem legyen. Most 40 fok van, pedig aztán még csak 10:30 van reggel, vagy 11 körül. Nem tudtam, hogy miért fel, hogy ilyen sima hosszú nadrágot vettem föl. Sportcipőt és egy nyári klopot, mert nem tudtam besocolni, de maga, mire hazaérek, arra 29 fokot mondanak, úgyhogy lehet, hogy ez nem volt új ötlet.
Na az egyszer, hogy nem éreztem túl jól magam, aztán eljöttem egy kicsit sétálni, és ez a bazilika történetesen itt van 20 percre a lakásunktól, úgyhogy gondoltam, hogy felsétálok ide, mert még nem voltam itt, teljesen felsétálni nem fogok, mert most alig kapok levegőt, úgyhogy csak eljöttem megnézni, és nagyon kis alanyos. Az utolsó felvétel óta szerintem eltelt egy jó pár nap, bár megmondom ez, de nem vagyok benne biztos, hogy mi volt az utolsó felvétel. A lényeg az, hogy most csütörtök van, ugye az egyetlen teljesen szabad napom a héten, és most indulok a főnökömhöz, mivel a nyárról fogunk beszélni, hogy nyitva lesz a hely, illetve hogy kell mennem dolgozni, remélem, hogy igen, mert szeretnék ott maradni. Na, mindegy, az a lényeg, hogy most erről szeretnék vele beszélni, utána pedig úgy néz ki, hogy este átjön az egyik barátnőm, aki még nem volt az új lakásban. Gondolom se kell, hogy a napszemüvegemet otthon hagytam. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, tegnap nagyon vettem fel semmit, este már csak a barátnőm volt nálam, és iszogattunk, beszélgettünk, lelkiztünk hasonlók, úgyhogy igen, péntek van, vizsgázok, alig várom, viszont most egy időre ez az utolsó vizsgám, és akkor majd június végén következik a többi. Fél 60, és elég régen volt rá példa, hogy ilyen korán végezzek. Úgyhogy ráadásul egyedül voltam a bárban 3 órától, azt hiszem, vagy fél 3-tól. És még csak most fog elkezdeni felkelni a nap, vagyis hát most már úgy elkezdett. De ilyen érdekes érzés, mert mindig úgy mentem haza, hogy már 7 ágra sütött a nap. Na mindegy, most nagyon fáradt vagyok, nagyon elfáradtam, lefárasztottak az emberek, úgyhogy most hazamegyek és alszok egy nagyot. Viszont elszámoltam magam, mert 30 darab tükröt vettem. Egyébként 1,50 € volt darabja, úgyhogy jobban kijön így az ember, hogyha ilyen nagy tükröt szeretne a falára, mint hogyha egy nagyot venne, mert az alapból már 100 eurótól kezdődik. Úgyhogy 30 darabot vettem, és úgy számoltam ki, hogy 5 lesz fönt, tehát viszintesen és 6 függőlegesen, vagy éppen fordítva. Na most időközben rájöttem, hogy miért nem rakok 7-et viszintesen, és akkor ugye többit függőlegesen.
tehát mondom, se kell, így hiányzik kettő darab tükör, úgyhogy ha legközelebb az IKEA-ba leszek, akkor veszek még kettőt, és akkor be tudom fejezni ezt a sort, mert itt még lett volna egy sor, de ugye túl kevés tükröm van, úgyhogy nem mindegy. Sziasztok, most jövök az egyetemről, magyar vizsgát írtam, és mivel a következő órámig van kettő szabad órám, így eljöttem az IKEA-ba, ott van a távolban a kis sárga IKEA, ugye, mert kell még pár tükröt vennem ugye a falra, amit tegnap mondtam, illetve tegnap vettem egy lámpát, amit így fel kéne applikálni a konyhába, viszont adaptert elfelejtettem hozzá venni, úgyhogy ezért most visszajöttem. Meg hát körülnézek még egy kicsit, és úgy döntöttem, hogy IKEA-s ebédem lesz. Úgyhogy igen, ez egy elég sűrű nap. Az elmúlt 4 napban 2-ször sikerült ennem, mert lelkileg megint nem vagyok a toppon, és rám fog férni ez az IKEA-s ebéd. Ebéd, uzsi. Úgyhogy igen, délután pedig, vagy este pedig megyek a munkahelyemre, mert bevállaltam hétközben is egy vagy kettő műszakot, amik ilyen kicsi szülinapi bulik, illetve céges partik, ilyesmi, és megkérdezte a főnököm, hogy szeretnék-e ezeken dolgozni, és mondtam, hogy hát plusz pénz, úgyhogy persze, úgyhogy most ott mutatnak meg nekem ezt. Megmondom őszintén, hogy amikor az IKEA-ban vagyok, vagy ilyen helyen, ahol lehet ilyen pici kiszerelésű sót találni ingyen, Burger King-be is szokott lenni, azt hiszem, akkor mindig jól bele szoktam markolni, azért, mert sófüggő vagyok, és sajnos sehol nem lehet ilyen pici kiszerelésű sót találni, úgyhogy ha lenne valahol, akkor szívesen vennék, viszont még nem találtam meg azt a helyet, ahol van, és én meg mindent is meg szoktam sózni, mielőtt megkóstolom, hiába van már megsózva, úgyhogy mondjátok, hogy nem vagyok az egyetlen, aki ezt csinálja. Micsoda jégeső volt, a semmiből jött, és kb. 10-15 perc alatt el is ment. De hát én még életemben láttam ekkora jégesőt. Hát halálfélelmem volt konkrétan, kint ragadtam az IKEA-n kívül, többi embertársammal együtt, úgyhogy most a beszerzett zsákmánnyal indulnék az egyetemre, csak hát nem kap el még egyszer az eső, mert ilyenkor megáll a forgalom az egész városban konkrétan, és 2 métert nem lehet menni. Na mindegy, a rossz hír az, hogy szerintem a shoppingolás mellett találtam egy nagyon rossz új hobbit, az IKEA-zást, mert rengeteg jó cucc van, és szerintem mostantól ruhák helyett az IKEA-ban fogom kiadni a pénzem. Este voltam dolgozni, tegnap ugye itt ünnepnap volt, és záró volt minden, illetve hát a főnököm be jól dolgozni. Ugye azt a plusz műszakot vállaltam be, ugye, amit meséltem. És mondom csak el, hogy a mai nap újra vissza kell mennem az IKEA-ba, azért, mert még mindig nem jó a lámpa, amit vettem a konyhába. Egyszerűen már vettem hozzá adaptert, már vettem hozzá távirányítót, már kapcsolót vettem hozzá, már mindent, és éppen valamilyen kábel hiányzik, úgyhogy hát eléggé elegem van már ebből a lámpából, sem a fel sem akarom rakni. De mindegy, ez egy izgalmas nap lesz, elmegyünk fodrászhoz, a barátom megy fodrászhoz, én elkísérem, utána IKEA-zunk, utána hát ugye megpróbáljuk felrakni a lámpát, és este dolgozok, holnap is dolgozok, és igazából ennyi lesz most a program. Hétfőn viszont egy nagyon izgalmas napunk lesz, mivel hétfőn van 30-a, és megyek tetováltatni, úgyhogy alig várom. Aznap valószínűleg át fognak jönni délután a barátnőim. Még nem voltak ugye a lakásban így együtt, és gondoltam, hogy elkívom őket, úgyhogy ez a program.
helyzet, hogy én rettenetesen késésben vagyok, szokás szerint. A kedvenc kollégámnak ma van, vagyis hát június 1-én lesz a születésnapja, viszont úgy döntöttünk, hogy ma fogjuk megünnepelni, úgyhogy sütöttem egy lángost, egyébként török, és nagyon szereti a lángost, úgyhogy csinálom egy lángost. És vettem neki egy ilyen fűzért, amit mindig szokott magánál tartani, mert ugye török is gyűjti az ilyen fűzéreket. És amikor anyukám Isztambulba volt, akkor megkértem, hogy hozzon nekem egy ilyen fűzért, mert ezzel szeretném meglepni. Nyilván ez egy ilyen kis figyelmesség csak, tehát semmi nagy értékű ajándék vagy ilyesmi. Viszont mindenképpen meg akartam ajándékozni valamivel. Eredményekkel igazából nem nagyon tudtam közben semmit felvenni, mert ugye a karomra csináltattam a tetoválásokat, és annyira közel voltam mindig ugye a tetoválóhoz, hogy egy kellemetlen lett volna ott most a kamerát, hogy fogdozni, meg forgatni, meg mit tudom én. Úgyhogy ugye így volt rajta az asztalon a kezem, vagyis hát azon a kis tartón, és meg egyből ugye így tetovált, tehát hogy nem nagyon volt olyan hely ilyesmikre, viszont úgy gondoltam, hogy megmutatom őket, ugye le vannak fóliázva, és majd, hogyha leveszem róluk a fóliát, akkor is majd meg fogom őket mutatni párnapos állapotukba, csak hogy így gyorsan megmutassam frissen ütött állapotukban is. Na, ez az első, ami sajnos nem nagyon látszik, és egyébként nagyon folyik belőle a vér, meg a tinta is egy picit, de inkább a vér, mint a tinta. Itt az van írva, hogy vigyázz magadra, kis cicám, puszillak. És ezt anyukám szokta nekem írni igazából mindig, úgyhogy mindenképpen akartam egy ilyen üzenetet a testemre, és hát egy ilyen buborékban van benne, mint hogyha ugye egy üzenet érkezett volna, úgyhogy ez miatt. Akkor van ide írva az, hogy patience, ami magyarul ugye türelmet jelent. Azt kell rólam tudni, hogy rettenetesen türelmetlen ember vagyok, és változtatni szeretnék ezen, és gondoltam, hogy hogyha itt van az, hogy türelem, akkor többször fogok erre gondolni, illetve arra, hogy egyszerűen nem kéne mindig mindenen kiakadnom fél pillanat után. Úgyhogy igen, türelmesnek kell lennem, meg kell tanulnom, hogy ez hogyan működik, illetve hogyan kell a türelmesnek lenni, és gondoltam, hogy abba segíten nekem egy ilyen tetoválás. Ez egyébként nagyon jól néz ki, szerintem nekem nagyon tetszik. És itt az utolsó, ami nem más, mint anyukámnak a születés éve, 1961. Úgyhogy hát ez a három lett, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok mindegyikkel. Nagyon tetszik mindegyik, nagyon kedves volt a tetováló is, nagyon sokat beszélgettünk, jó fej volt, úgyhogy hát alig várom, hogy csináltassuk a következőket. Na sziasztok! Ma van május usútó. Ma van május utolsó napja, viszont egyrészt el akartam mondani, hogy még júniusban egy-két napot hozzáveszek a vloghoz, mivel júniusban nem nagyon lesz időm végig vlogolni. Vizsgai időszak lesz, úgyhogy nagyon sokat kell tanulnom, és konkrétan ebből fog állni a hónap, illetve ugye a munkából, tehát hogy igazán izgalmas dolog nem fog történni, ezért úgy gondoltam, hogy a júniusi izgalmas dolgokat még hozzáveszem a májusi vlogokhoz, és akkor a következőt majd hát ugye júliusban venném föl, illetve hogy esetleg közte történik valami olyan nagyon érdekes dolog, amit megosztanék veletek, akkor mindenképpen fel fogom menni. Viszont ami a vlogokat illeti, az így ennyi. És ma kedv van, és arra a nagyon jó elhatározásra jutottam, hogy szeretnék valamit sütni, valamilyen sütit. És tegnap láttam a TikTokon egy receptet, nem az alapján csinálom, de az étel az ugyanaz, ami nem más, mint egy epres rebarbara pite. Még soha nem csináltam pitét, és nem is tudom, hogy kell. Az a lényeg, hogy az eper már itt van, illetve vettem rebarbarát. Soha nem dolgoztam még rebarbarával, úgyhogy nem tudom, hogy kell vágni, pucolni, ilyesmi, úgyhogy most meg fogom próbálni. Szerintem az emberek
alulértékelik teljes mértékben, alulértékelik a Kinder Paradízot. Ez a kedvenc, az egyik, ha nem a legkedvencebb Kinder termékem, és nagyon kevés ember szereti, vagy nagyon kevés embert láttam ilyet enni, és szerintem ez a legjobb Kinder termék. Ugye rengeteg margarin kellett beleraknom, és eléggé szétmállik, úgyhogy nem tudom, hogy ezt hogy tudnám feljavítani, mert ebből, hogy én nem tudok semmilyen tésztát gyúrni, az biztos. Igazából most csak remélni tudom, hogy ez a pite forma, mert ez van itthon. Úgyhogy ennek az alját ki kell bélelni sütőpapírra, illetve a széleit bekenni vajjal, ott egy légy. Mint a mellékelt ábra mutatja, ezt aztán mindennek lehet csúfolni, csak egy szépen elkészített rácsos pitének nem. Sajnos a sok margarin miatt rettenetesen omlós a tészta, mint látjátok, és ezért akárhogy próbálkoztam, felvettem a tésztát, és egyből szétomlott a kezemben, úgyhogy ezért ilyen ronda. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz megsütve, most berakom a sütőbe, aztán majd kiderül. Allergia szezon. Van péntek, és ma lesz 2 darab prezentációm, az egyik törökül, ami el lett tolva, már 3 hete toljuk, húzzuk, vonjuk, úgyhogy ma végre megtarthatom, mert nagyon félek tőle, és nagyon szeretném, hogy túl legyek rajta. Kicsit beteg vagyok, pár napja nem tudom, mi kapott, szerintem megfáztam, vagy ilyesmi. Ma este viszont akkor nem kell mennem aludni, mert holnap reggel hajnali 6-kor azt hiszem indulok, nem holnap, az már reggel. Reggel 6-kor indulok Pestre vonattal, mert az egyik gyerekkori barátommal megyünk Majka koncertre. Majka Curtis Swing koncert lesz Pesten, és oda van jegyem, úgyhogy oda megyünk. És még ezt fogjátok látni a videóban, egy kis ilyen Budapest túr, ilyesmi, hogy miket csinálok, és utána akkor le fogom szerintem zárni már a videót. Sziasztok, én már közben felértem Pestre. Rettenetes hosszú napom volt tegnap, a gyerekkori barátommal jöttem ugye Pestre koncertre. Úgyhogy mi elkészültünk, vagyis hát nem egy helyen vagyunk, de most találkozunk a Deák téren, elmegyünk egy elég fancy helyre, és utána pedig egyből indulnunk kell
a Budapest Parkba, mert ugye kezdődik a koncert este 6-kor, nem tudjuk, hogy utána még elmegyünk-e bulizni, vagy nem, igazából azok, szóval, hogy mennyire leszek fáradt, mert nem nagyon bírom az ilyen éjszakai életet, kivéve, hogyha dolgozok, úgyhogy kíváncsi vagyok, egyébként most a keresztapáméknál vagyok az ő lakásukban Pesten, Mátyásföldön, úgyhogy rettenetesen hosszú idő, míg beérek a városba, úgyhogy most el is kell indulnom, hogy időben odaérjek. Most itt nincs senki, úgyhogy most ennyi a lakás, megkaptam a kulcsokat, és igen, ennyi igazából a terv. Elkészültem, szó szerint kikeráztam magam, valahogy vagy 6 kilós smink, hogy jól tartson az este. Éjszaka, úgyhogy igen, egy ilyen hosszú ruha van rajtam, nem tudom, hogy majd megmutatom lehet. Igazából örülök, hogy ezt vettem fel, végül is tök jól érzem benne magam, úgyhogy igen, induljunk a koncertre! Jegyet, és nem a lenti állós helyre, ami nekem, amivel én annyira nem voltam tisztában, hanem csak most néztük, hogy az van írva a karszalagunkra, hogy középső terasz, és akkor gondolkoztunk, hogy lehet, hogy akkor ez tényleg a teraszt jelenti, úgyhogy, úgyhogy igen, tök jó helyen leszünk, nagyon kíváncsi vagyok a koncertre, alig várjuk már. Jó reggelt, vagy jó napot, nem is tudom, mi van most már pontosan. Nem nagyon van hangom. Alapból meg vagyok, ugye fázva egy pár napja, és erre még rájött a mai koncert, és sajnos elment a hangom. Úgyhogy ezt bocsássatok meg, remélem azért érthető, amit mondok. Most van 3:30, hajnali 3:30, és most jöttem haza. Ez egy rettenetesen hosszú nap volt. A koncert szuper volt, imádtam, tényleg, aki csak teheti, menjen el, ez egy órás élmény, és utána meg elmentünk még bulizni, ugye, a barátommal, és az is jó volt, csak rettenetesen fáradt voltam végig, úgyhogy örülök, hogy újra hazaértem, és képzeljétek el, egy annyira aranyos taxisofőr hozott haza, hogy a szívemet megmelengette egyszerűen, az ilyen véletlenek egyszerűen annyira sokat tudnak jelenteni, például elmesélte az egész életét, hogy hogyan lett taxisofőr, mit dolgozott előtte, ilyesmi, és én is meséltem neki egy kicsit magamról, nyilván láthatatlanban nem beszéltem ki vele az életemet, de elmondtam neki egy-két dolgot így magamról, is. Annyira aranyos volt a végén, megköszönte, hogy velem utazhatott,
és minden jót kívánt, és hogy mennyire élvezte az utat, meg minden. Úgyhogy nagyon aranyos kis bácsikát fogtam ki. És igen, ez volt a mai nap, tegnapi nap, most már ugye vasárnapban. Úgyhogy én szerintem, ami a beszédes részét illeti, be is fejezném ezt a videót, vagy le is zárnám, mert holnap megyünk haza, vagyis megyek haza, és ezután nem nagyon fog tenni, úgy sem izgalmas. Holnap még egy kicsit fogunk várost nézni, meg ilyesmi. Lehet, hogy arról még láttok majd videókat, viszont ezzel nem meg szeretném köszönni, hogy megnéztétek ezt a videót. Sajnos nagyon hosszú lett, az első részét már megvágtam, úgyhogy már az magában nagyon hosszú, meg még úgy jön ez a két nap. Remélem azért élvezhető volt, szerettétek, tetszett, és hát köszönöm még egyszer, hogy megnéztétek, és találkozunk legközelebb is a következő videóban. Addig is minden jót nektek, puszi, sziasztok!